Húsvéti és tojáskereső tájfutóversenyt szervezett a Karcagi Sportegyesület tájfutó szakosztálya az Erzsébetligetben. A sportesemény célja az volt, hogy a hosszú hétvégén kicsit közelebb hozza a családokat, és a természet lágy ölénként a friss levegőn tölthessék együtt az időt, és kikapcsolódhassanak egy kicsit. A rendezvényen a húsvéthoz kapcsolódva egy aranyos kis programon is részt vehettek a családok. 700 méter légvonalba, 700 méteres pályán 7 ellenőrző pont van az úgynevezett Lóger pálya területén, tehát teljesen nyílt területen nem tudnak el sem tévedni a versenyzők, és minden egyes ellenőrző pontnál egy tasakban csoki tojások, illetve ilyen kis dekorációs tojások találhatók, tehát minden induló egy zacskóba gyűjti a tojásokat az ellenőrző pontokon. Lévainé Kovács Róza hozzátette, hogy nem első alkalommal szerveznek ilyen sporteseményt. Az elmúlt években nagyon sokan érdeklődtek a versenyek iránt, így úgy gondolták, tovább folytatják a hagyományt. Korábban egy kicsit olyan családiasabb körben szerveztük, és pontosan azért, mert volt érdeklődés, tetszett az indulóknak, ezért gondoltuk, hogy nyilvánosan meghirdetjük, és aki akar, nem csak tájfutók, hanem a városból bárki, illetve nem csak a városból, még az ország többi pontjáról is, a Karcagra, az ünnepekre hazalátogatók is. A képek ékes bizonyítékai, hogy jöttek is mindenhonnan a sporteseményre. A megkérdezettek elmondták, örülnek annak, hogy húsvétkor egy ilyen aranyos kis programmal kedveskedtek a szervezők nekik. Nagyon örülünk a kezdeményezésnek, nekünk a nagyszülők laknak itt Karcagon, úgyhogy örülünk, hogy el tudtuk hozni a kisunokát és részt tud venni húsvéti programokon. Egy nagyon jól megszervezett eseményt láthatunk, mind idősek, mind fiatalok számára szerintem nagyon jó kikapcsolódás így a hosszú hétvége során. Az aktív pihenés nagyon fontos Karcag számára is. A gyerekek nagyon várták ezt a napot, picit elterelte a figyelmüket ugye így a tavaszi szünetben, akár esetleges tanulásról is. Ők is nagyon örültek ennek a tojáskereső versenynek. Azonban nem csak tojáskereső futáson vehettek részt a megjelentek. A tájékozódási futásnak a lényege a térkép és a tájoló. Amikor versenyen rajthoz áll valaki, akkor magához veszi a kis tájoló készülékét, és a rajtnál kap egy térképet. Ezen a térképen van jelölve az ellenőrző pontok helye, amiket a valóságban meg kell keresnie. Fontos, hogy minden pontot megtaláljon, és ezt minél rövidebb idő alatt tegye meg. A családias hangulatú sporteseményen Hubai Imre, a Jász-Nagykunszolnok vármegyei közgyűlés elnöke is részt vett. Mivel 12 évesen kezdtem ebben az erdő részletben a tájfutást, és az akkori edzőm, Lévainé Kovács Róza és Lévai Kálmán ma is itt vannak a versenyen. Ez nekem óriási megtiszteltetés, hogy 38 év elteltével ismét együtt versenyezhettünk, és azt tudom mondani, hogy kiváló taktikás pályán, nagyon-nagyon furt módon voltak elhelyezve a bólyák, úgyhogy nagy odafigyelést igényelt az embertől és kitartást. Ez a durván 3,3 km, amit nekem sikerült teljesíteni nem egészen 30 perc alatt. Azt gondolom, hogy így az évek előre haladtával nem tekintető egy vállalhatatlan eredménynek, viszont a legfontosabb az, hogy sportoljunk, aktívan kikapcsolódjunk, még akkor is, amikor az ünnepek, a húsvéti ünnepkör az elgondolkodási csendességre in bennünket, és mi nem tartunk ott, hogy eljöjjön a feltámadás, viszont itt van a természet, amely kivirult, és itt vannak a sportot szerető, természetet szerető emberek, akik ugyanannak a szenvedélynek hódolnak, a természetjárásnak, az aktív szabadidős kikapcsolódásnak, a tájfutásnak, és én nagyon örülök, hogy velük együtt teljesítettem a mai távot, és velük együtt töltöttem el egy csodálatosan szép délelőttöt ezen a fantasztikus hazai pályán. A hosszú hétvégén tehát remekül érezték magukat azok, akik kilátogattak az Erzsébetligetbe a Karcagi Sportegyesület tájfutó szakosztálya által szervezett családi programra.